Február 10-én csütörtökön késő este érkezett a bejelentés a Tolna megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába a Szekszárdi kórházból, hogy orvosi ellátásra jelentkezett náluk egy 18 éves dunaszentgyörgyi férfi, akit az este folyamán Szedresben az egyik utcán légpuskával arcon lőttek. A férfi elmondása szerint az utcában ismerőseivel beszélgetett, és egyszer azt érezte, hogy az arca bal fele fáj, valamint vérzik. Az orvosi ellátás során megállapítást nyert, hogy egy légpuska lövedék fúródott az arcába, amelyet műtéti úton lehetett csak eltávolítani. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a férfi sérülései 8 napon belül gyógyulnak, az elkövetőt, egy 31 éves szedresi férfit a szekszárdi rendőrök egy napon belül kézre kerítették. A férfi elmondta, hogy nagyon zavarta az utcán hangoskodó társaság, ezért nem is szólt nekik, illetve rendőri segítséget sem kért, hanem elővette a légpuskáját, és egy alkalommal először a saját udvaráról lőtt a társaság felé. Akkor a sérültnek a kis tehergépkocsiját találta el, majd következő alkalommal az egyik szomszédjához átmászott, és onnan adott le egy újabb lövést. Ez a lövés a sértettet találta el a bal arcán. Az elkövető lakhelyén tartott házkutatás során a rendőrök egy légpuskát és a hozzátartozó lövedékeket lefoglalták. Az esemény során más személy nem sérült meg, viszont a sértett autójában anyagi kár keletkezett.